Ahogy megszokottátok, ezen a héten is elhozzuk nektek a legérdekesebb híreket, vágjunk is bele! Pár héttel ezelőtt hatalmas hír volt ugye, amikor az Activision Blizzardot felvásárolta a Microsoft hihetetlen nagy összegért. Hát most itt van egy kis válasz, lépésecske, hiszen eltörpülő összeg felvásárolta a Bungie-t, 3,6 milliárd dollárért a Sony. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ugye most egy nagyon érdekes ilyen schizofén helyzet van, mert hogy annak idején a Bungie találta ki a Halo-t, ami ugye a Microsoftnak az ászlós hajója, illetve hát azzal akarják tenni újra, mert hát azért évekig nem volt az, de tudjuk, hogy a legutolsó Halo-t azt már mások fejlesztették, illetve viszont meg rengeteg Activision Blizzard által rengeteg olyan cím, mint például a Crash Bandicoot, meg hasonló dolgok, amik meg ős Sony-s játékok voltak, azok meg most a Microsoftnál vannak, úgyhogy ezek ilyen idők. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Egyébként egy elemző már is beszólt, hogy szerinte túl sokat fizettek a Bungie-ért. Hozzáteszem, én ezeket egy kicsit szkeptikusan fogadom, ezeket az elemző híreket, ugyanis szerintem a Sony-nak is van elég elemzője. Úgyhogy ha nekik megért 3,6 dollárt, illetve 3,6 milliárd dollárt, akkor higgyük el, hogy annyit ér. Aztán meglátjuk a jövőben. Mindenesetre azt tudjuk, hogy gameplayt nagyon tud csinálni a Bungie, lásd Destiny és társai, és reméljük, hogy egy olyan játékot tudnak mellé rakni, amiben a sztori is esetleg majd erős lesz. Úgyhogy hajrá Bungie, reméljük, hogy jó játékokat fogtok csinálni. És maradjunk is ezen a féltekén, ugyanis most egy csomó játékról lesz szó, ami inkább a PlayStation felé húznak. Itt van rögtön a Gran Turismo 7, hát ez nem is nagyon húzhat másfelé, hiszen ez csak PlayStation-ön van. Ezt mindenki tudja, hogy a japánoknak a nagyon híres, már 20 éve tartó gyakorlatilag autós játék sorozata, amiből egyébként hatalmas e-sport is lett, nem is kell olyan messzire menni, Magyarországon is vannak kiváló pilóták, akik ebben a játékban a legjobbak és a legjobbak között versenyeznek a világon. Úgyhogy emiatt is hatalmas várakozás előzte meg a Gran Turismo 7-et, hiszen rengeteg dolognak meg kell felelni akkor, amikor egy e-sport játékot csinálsz, akkor már nem találsz ki az utolsó pillanatban dolgokat, hogy egy picit megváltoztass valamiket, hiszen meg kell felelni különböző versenyszabványoknak, hogy különböző pályákat el lehessen érteni különböző módokon. Nem is bonyolítom tovább a szót, a lényeg az, hogy fantasztikusan gyönyörű a játék tényleg, és hát tényleg egy olyan játékról van szó, amit évek óta már az emberek már várnak, már igazából tavaly meg kellett volna, hogy jelenjen. Szó volt itt arról, hogy a ray tracing beállítások miatt is csúszás van, stb. A lényeg az, hogy a minőségben általában nem szoktunk csalódni az ilyen belső címeknél egyáltalán, úgyhogy Gran Turismo 7. A Ghostwire Tokyo egy rendkívül érdekes címnek tűnt, és hát legalább annyira volt érdekes, mint amennyire szkeptikusságra adott okot, mert igazából nem lehetett elég tudni, hogy pontosan mi lesz belőle. Azt láttuk, hogy egy FPS, de ezen kívül sok mindent nem tudtunk, vagy egy fantasy, varázsszerű Tokióba játszódik, ugye már itt alapból elvesztett egy csomó embert, akik ezeket a ilyesmi jellegű dolgokat nem szeretik. Ugye bár PlayStation 5-re és PC-re fog érkezni ez a játék, és majd meglátjuk, hogy később lesz esetleg más platform is belőle. A lényeg az, hogy nézzétek meg ezt a kicsit hosszabb 20-30 perces gameplayt, és találjátok ki, hogy mennyire vártok a játékot. Én szerettem az ilyesmit, meg hát Tokyo amúgy is által meg lehet venni, úgyhogy én nagyon várom. Tehát egy évvel ezelőtt láttam egy nagyon érdekes dokumentumfilmet arról, hogy a Donkey Kongnak a gyakorlatilag az arcade gépén még egészen napjainkig micsoda rekordokat döntögetnek, és ezzel kapcsolatban derült ki egy játékosról, aki 30 éven keresztül számított a világ legjobb ilyen Donkey Kong játékosának, és gyakorlatilag kiderült, hogy egy csaló volt erre a dokumentumfilm. És hát most újra egy ilyen hírrel szembesültünk, ugyanis Smooey, nem biztos, hogy jól mondom a nevét, nevű világhírű gitárhíró játékos, akit rengetegen a világ legjobb gitárhíró játékosának tartottak, az utóbbi időben többször is gyanús körülmények között hát születtek videói. Nem is értem, hogy ekkora nyilvánosság előtt manapság miért próbálkoznak emberek csalással, tényleg semmi értelme, úgyhogy a Guitar Hero bajnok sem bajnok többé. Hivatalosan is készül a GTA 6. A Microsoft HoloLens az mindig egy érdekes színfoltja volt a virtuális valóság szemüvegeknek, hiszen az nem is pontosan az, hanem annál egy sokkal nagyobb dolog. De most sajnos rossz hírek jöttek, ugyanis állítólag elkasztálták a HoloLens 3-at, és a rajta dolgozó emberek ezt amikor megtudták, akkor rendkívül fel is háborodtak, hiszen ők már több évet szenteltek ennek a projektnek, és hát most ugye ők se tudják, hogy mi lesz ebből. Egyébként a többen azt nyilatkozták, hogy mindig elkötelezettek a projekt mellett, mert szerintük van benne annyi, hogy érdemes lenne folytatni. Olyan szempontból sajnálnám, hogy tényleg olyan távlatokat tudott volna megnyitni, akár gyógyítás, stb. Érdekes dolgok területén, ami tényleg túlmutathatott volna azon, ahogy most a VR szemüvegeket tekintünk, de ugyanakkor viszont azt is meg lehet érteni, hogyha a konzumer szinten egyáltalán nem működik valami, és nem látják benne a jövőt, akkor elkaszálják. Kíváncsian várjuk a további híreket. Ezek voltak a hétre a híreink, szokás szerint ezen a címen nézzétek meg a Gran Turismo 7-nek, illetve a Ghostwire Tokyo-nak a teljes videóit, és akkor még jobban meggyőződhettek róla, hogy várjátok a játékokat vagy nem, mi pedig jövő héten jövünk a legújabb hírekkel, sziasztok!